A katonai repülés egyes szekciót, ugye a plenáris ülés után, ami ugyanitt van ugyanazzal a közösséggel, egy kicsit nagyzolásnak tűnik, de teljesen rendben van ez így. Azt én fogom vezetni. Három tényleg rendkívül érdekes, és valószínűleg nem csak a címe alapján, hanem amúgy is érdekes előadást fogunk meghallgatni. Először Bánsági Andornak adnám meg a szót, aki ugye az egyik főszervezője ennek a rendezvénynek, mint az első világháború napról napra portál főszerkesztője, alapító egy személyes mindene. És ő a Császári Király Haditengerészet új címerének alkalmazása repülőgépeken című, tehát a magyar repüléstörténethez egy kicsit jobban kötődő, mint az előző témák, témából fog előadást tartani. The floor is yours. Köszönöm. Nagy szeretettel üdvözlöm a konferencia tisztelt vendégeit. Én most egy kis színessel készültem, egy rövidebb témával. Elég feszített ennek a konferenciának is a menetrendje. Szerencsére sok előadónk van, úgyhogy én nem szerettem volna hosszabb témával pazarolni itt az időt. Igen, tehát ugye a Császár és Királyi Haditengerészet címerének alkalmazása repülőgépeken, ahogy Tanár is mondta, az előadásomnak a címe. Ugye az osztrák-magyar haditengerészet lobogója az gyakorlatilag a megalakulásától kezdve megszűnéséig, ugye ez a piros-fehér piros volt, az ausztriai ház címerével kiegészítve, és ahogy én említettem, ez nem is változott fennállása alatt, azonban már a háború alatt, 1915. október 11-én Ferenc József a következő hadi és hajó parancsot adta ki, aminek értelmében egy új lobogót kívánt bevezetni a haditengerészet részére, ez a következő képpen szól. A színek alkalmazása tekintetében változatlan tengerészeti lobogón az ausztriai ház címere és pajzsa mellett az ősi magyar vörös-fehér címer ábrázoltassék. Legyenek ezek a rendelkezések a legtávolabbi időkig élő tanújelei, a monarchia összes népei áldozatkészen örömes megújulót erejének, amely olyan nemesen nyilatkozik meg hadseregemnek és hajórajomnak a jelen háborúban véghez vitt győzelmes hőstetteiben. A zászlóhoz és tengerészeti lobogóhoz szóljon mindenkor a harcfiak megújuló hőségesküje, hogy egyesült erővel fogják védelmezni és sziklaszilárdan megoltalmazni Ausztria-Magyarországnak házammal való kapcsolatát. A mostani zászlók, amelyek tanúi hadseregem sokszorta bevált katonai erényeinek, ezredeiknél maradnak, és az újakkal csak a felmerülő szükséghez képest fognak pótoltatni. Meglévő zászlószalagok ajánlásuknak megfelelő használatban maradnak. Az új vezérzászlókat elkészítésük után használni kell. A haditengerészet egy még meghatározandó napon, ugyanabban az órában felvonja a lobogót, amely átveszi hajórajon minden dicsőséges hagyományát. Az ezek alapján szükségesek végrehajtásával hadügyminiszteremet és haditengerészetem parancsnokát bízom meg. Hát, mint említettem, ez, és ahogy a császári parancsban is benne foglaltatik, a háború végéig elnapolták a bevezetését, tehát mivel a háború végén meg is szűnt a monarchia, ezért soha nem került igazán használatra ez a lobogó. Itt van egy másik változata. Megjegyzem mellékesen, hogy az interneten is nagyon nehezen fellelhető. Tehát annyira kevéssé ismert és kevéssé használt, hogy elég nehéz róla jó képet találni. De hasonlóan az új lobogóhoz 1916. június 1-i rendelet meghatározott egy új címert is a haditengerészet számára. Ez az osztrák-magyar monarchia horvát színekkel bővített közös kis címerének horgonyra helyezett változata. Jobb oldalon az osztrák kis címer, bal oldalon a horváttal bővített magyar kis címer, középen a két szélsőt, mint egy összefogva, az aranygyapjas rendel övezett Habsburg-Lotaringiai címer. A három címer pajzsot alulról átölelő, lebegő szalagon a birodalom jelmondata. Indivisibiliter ac inseparabiliter, azaz oszthatatlan és elválaszthatatlan. És
de itt a képen látható ez a címer. Ugye ennek a bevezetését is elnapolták, de nyilván nem tartanám meg ezt az előadást, hogyha nem használták volna mégis ezeket a szimbólumokat a haditengerészetnél. A hajóhadnál valóban nem, tehát a hajókon nem alkalmazták, viszont a repülőgépeken igen, és több esetben is, több típusnál is fotókon felismerhetőek ezek a jelképek. Hát nyilván ennek több oka van. Egyrészt ugye a háború alatt számtalan repülőgép készült a haditengerészet számára, illetve azért ugye ez megfigyelhető volt már az első világháborúban is, hogy a repülős csapatoknál, egységeknél azért egy kicsit lazább volt, hogy mit lehetett, hogyan lehetett kidekorálni egy repülőgépet. Sokszor a pilóták egyéni jelzéseket felfestettek a gépeikre, de én úgy gondolom, hogy mivel ezek vezérsíkokon voltak láthatók, ezért gyakorlatilag ezek hivatalos jelzések voltak, tehát nem annyira a pilótához köthető. Nézzük az első példát. Ugye ez a József Mikül által tervezett G-típusú csónakrepülőgép, ugye az úgynevezett hárommotorosok. Ennek ez egy kísérleti gép volt, nem váltotta be sajnos a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy nem sok példány épült belőle, körülbelül 10, és ezeknek egyes példányainak, ugye, ott a hátsó vezérsíkon látható a ugye részben látható csak a képen, de itt az új lobogóból ugye az Árpád-sávos magyar címer, ugye az a G3-ason. Feltehetően ez is a G3-as, ezt nem sikerült beazonosítani, a címer itt látható. És szerintem, hát elég nem egy éles kép, de talán még ez az egyik legjobb kép, amit találtam itt kinagyítva. Ez egyébként ezek a képek a Gazsó gyűjteményből vannak, ami a TIT HMH tulajdonában vannak. Tehát itt láthatóak, hogy ezeken a gépeken néhány példányon felfestették. És itt a G6, ez egy sajnos még rosszabb kép, de a formája és az mérete alapján látszik, hogy ez már az új címer. Tehát nem a haditengerészetnek a megszokott lobogója van ide felfestve. Ugye ez az egyik példa, amit szerettem volna hozni, a másik pedig, hogy 1916. szeptember 13-án a K-163-as vízirepülőgép leszállás közben összetört, és ennek a roncsán is itt nagyon jól kivehető már az új címer. Itt kinagyítva, jól látható. Nagyon-nagyon sokat keresgéltem fotók között, amik elérhetőek. Sajnos erről a három gépről találtam értékelhető fotót, ahol beazonosíthatóak ezek a jelképek. Nyilván, hogy ezek a kutatások, ezek folyamatosak, én bízom benne, hogy még kerülnek elő olyan fényképek, amik láthatóak ezek a szimbólumok. Igen, és hát a másik az a kérdés, amiről még akartam beszélni az új címer és a lobogónak a kapcsán, hogy a haditengerészet közel 105 éve megszűnt, a hagyományozó szervezetek amúgy ennek ellenére mai napig ugye használják a szimbólumait, és azt is átnéztem, hogy ezek az új, már be nem vezetett szimbólumok használatban vannak-e még esetleg a hagyományőrző szervezetek által. Na most az a szomorú helyzet, hogy nem igazán. Tehát, hogy még a hagyományőrzők sem nagyon használják, nem nagyon emlékeznek, nem nagyon ismerik ezeket a szimbólumokat. A már tudtommal megszűnt Császár és Király Dunaflotilla Hagyományőrző Egyesület a soha nem be nem vezetett lobogót azt használta, új lobogót. A címer esetén egy kicsit jobb a helyzet. Ez az emléktábla, ez
A Punta di Ostro erőd falán található, ugye az otrantói csata hőseinek emléktáblája. Ugye ez a Punta di Ostro erőd az a Kattalói öböl bejáratánál található. Ez az emléktáblát 2007-ben állította a Győri Rotary Club, a Császár és Királyi Haditengerészet Egyesület, ami ma már TIT HMH néven működik, és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. És még egy példa, a Magyar Tengerészek Egyesülete által állított emléktábla a Császár és Királyi Haditengerészet és Hősi Halottainak emlékére. Ez a Hadtörténeti Intézet és Múzeum belső udvarában található az intézetnek a falán, ahol nagyon sok más emléktábla is található, más haditengerészeti vonatkozású emléktábla is. Tehát ez a két emléktábla van Magyarországon, ahol ez a címer felhasználásra került. Hát én ezúton is csak annyit azt tudom kifejezni, azt az óhajomat és kívánságomat, hogy jó lenne, hogyha a hazai hagyományőrző szervezetek és a egyéb hadtörténettel és kutatásokkal és hagyományőrzéssel foglalkozó szervezetek használnák ezt a címet, hiszen ez egy nagyon szép címer, és kifejezi azt, hogy a haditengerészet az egy, jobban kifejezi azt, hogy haditengerészet egy közös osztrák és magyar tulajdonú fegyveres szervezet volt, mint ugye a mindvégig használatban lévő lobogó és címer. Köszönöm szépen a figyelmet, én most csak ezzel a rövid előadással kívántam színesíteni a konferenciát, úgyhogy át is adnám a szót a következő előadónak.